Hellosztok, Kistax vagyok, ez itt pedig a Minecraft, méghozzá ez a cukornád, 100%-os automata cukornád farm, pontosabban. Amint látjátok, a rendszer működik rendesen, ez előbb is ütött, mielőtt még pont felvettem volna, de hogy bizonyítsam, hogy tényleg működik, teszek bele egy cukornádat, és látjátok, működik a rendszer. Akárhányszor, most egy kicsit túl gyorsan csináltam, és azért esett vissza. De amúgy mindig pont a töltsérekbe dobja bele. Na, most egyre megy, mit teszek ide vissza. Kétszer is megépítettem, hogy megnézem, hogy biztos, hogy jól működik. És mind a két rendszer jól működik. Hát megépítem nektek egyszer harmadszorra is. Akkor lássuk csak, hogy kell építeni. Ide leteszek egy chestet, utána jöhet a töltsér. Tök mindegy, hogy milyen hosszú töltsérsort csináltok. Ti döntitek el, mennyit akartok csinálni. Ide most lepakoltok egy kis, hát most én most sima homoki követ rakok le, de amúgy azt raktok, amit akartok. Ez csak design kérdése, hogy kinek hogyan jobban tetszik. Azt jó megaszontam, na mindegy. Így. De is teszek egyet. Töltsér fölé tettem, igen. Ide akkor jöhet a homok. Végig rakjuk homokkal. Ide teszünk vizet. Egy. Rá a cukornádat. Egy. És egy blokkal. Elméletleg esik az eső, csak nem tudom a fejem fölött. Miért nem? Na mindegy. Így. Így kell rakni a követ mögéje. Jól zárjátok körbe, hogy nehogy melléje essen. Már is süt a nap. Na. Jól körbe kell zárni. Aztán fogtok egy sima pisztont. És így végig rakjátok sima pisztonnal. És utána fogtok egy sticky pisztont. Magyar neve az, hogy dugattyú. És utána lezárjátok a tetejét is. Szépen lezárom a tetejét is. Mondom, lezárom a tetejét is. Egy. Tökéletes. Itt is lezárom. Rendben. Na, ide tesztek egy darab, pont nincs nálam, egy darab sütőt. Hogy miért pont sütőt? Nem tudom, valami miatt nekem csak sütővel működik. Ide tesztek egy követ, de alulra is, ide már nem is kell, így, ide tesztek egy vöröskő összehasonlítót magyar nevén, Redstone, Sticky Piston, de ez nem Sticky Piston, nem mindegy, hosszabbító, én magyarul mindig csak hosszabbítónak mondom, na, végighúzzátok Redstone-nal, és ebbe raktok például bármit, akár sima követ, vagy hát amit fölülre be tudtok rakni. Csak a lényeg, hogy amit én húst raktok bele, akkor ne süssétek meg. Most én TNT-t rakok, de csak azért, hogy kapjon jelet, hogy valamit beleraktam. És ennyiből áll az egész, annyi, hogy az elejére rakjatok még üveget például.
Közben este lett. Rakjatok üveget. Ott kimaradt egy kis rész. Hopp, látjátok, ütött is egyet. De nem azért, mert... Hanem azért oda tettem azt a követ. Azért ütött egyet. Na. Ide rakhattok üveget, nem muszáj pont üveget, akár rakhattok vasrácsot is, csak én azért nem rakom a vasrácsot, mert az én textúrpecsemmel, amit majd a leírásban megtalálhattok akár. Ilyen sittesnek néz ki, szóval maradjunk inkább ennél az üvegnél. Az is ugyanúgy működik. Na és akkor ennyiből áll az egész. A maga rendszer az ilyen blokkfrissülés érzékelőnek az alapja, mármint hát az alapja a blokkfrissülés érzékelőnek, és hogyha oda teszek egy cukornádat, látjátok, le is törj azonnal. Na, tehát akkor, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, vagy iratkozzatok fel, vagy lájkoljátok a Facebook oldalamat. Link a leírásban. És a texture patchnek is a link a leírásban. Köszi szépen! Sziasztok!